66 évvel ezelőtt lőtték fel az űrbe ballisztikus rakétával az első mesterséges égitestet, a Sputnik 1-et. Napjainkra pedig hivatalos adatok szerint már közel 5000 műhold kering a bolygónk körül. A Föld napja eseménysorozat keretében tartott ökológiai konferencián Szabó György, a Nyíregyházi Egyetem rektora hangsúlyozta, a műholdakhoz köthető szolgáltatások és tudományos kutatások egyre nagyobb szerepet játszanak a fejlett társadalmak életében. Egy olyan eszköz került az emberiség kezébe, amivel a globális környezetünk valós állapota modellezhetővé válik. Farkas Bertalan az 1980-as években a kutató űrhajós programjába a mezőgazdasági termésbecslés, környezetvédelem, vízminőségvédelem, területfelhasználás témakörébe kezdett el kutatásokat végezni, amit a földre való visszatérése után a 80-as években a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutató űrhajósaként, mint kollégám, egy évtizedet együtt töltöttünk a Műegyetemen a Farkas Bertalannal. Tehát ez egy nagy jelentőségű dolog, és ma ez a globális éghajlatváltozás, gondoljunk csak vissza a pár héttel ezelőtti húsvéti hóemberépítésre, tehát olyan szélsőségek jelentkeznek, aminek a követése, monitoringja alapvető az emberiség és a hétköznapi viszonyaik szempontjából. 1980. május 26-án egy ország, sőt talán egy világ izgult a magyar űrhajós sikeres hazatérése miatt, aki Valerij Kubaszov parancsnokkal magyar idő szerint 20 óra 20 perckor indult a világűrbe a Soyuz 36 űrhajó fedélzetén. A földnapi alkalmából a Nyíregyházi Egyetem hallgatói is találkozhattak Farkas Bertalannal, aki a konferencia plenáris előadását tartotta. A kutató űrhajós elmondta, hogy nemzetközi szinten a 94. emberként tett utazást a világűrbe, így egyelőre az első, de remélhetőleg nem az utolsó magyar, aki élőben is láthatta a kék bolygót. Az űrkutatásnak, az űrtevékenységnek igazából két nagyon fontos területe van. Az egyik, ahol űrhajósok teljesítik a feladataikat, amire felkészítették. A másik pedig űrhajósok nélkül a távoli univerzum megismerése. A kettő nem ugyanaz. Nem ugyanaz. Én azt hiszem, hogy számomra, mint repültörös számára az a legfontosabb, hogy a mi kis csodálatos bolygónkat védjük meg a jövőt illetően. Farkas Bertalan azt mondta, örömmel fogadta el a meghívást, mivel, ahogyan ő fogalmazott, szabolcsi gyereknek vallja magát, hiszen Gyulaházán született. Ráadásul van remény, hogy a következő magyar űrhajós is Szabolcs-Szatmár-Berekből kerüljön ki. Van egy fantasztikus lehetőség itt a jövőt illetően, mert erről is kell beszéljünk. Van egy fiatal ember, aki bekerült a négy közé, és hát a négy közül majd lesz kettő, a kettőből egy, és még az is elképzelhető, hogy ő fog repülni a világűrbe. Úgyhogy ilyen dolgokat szeretnék én ma elmondani. Maga a tudományos program egy hihetetlen bonyolult volt a mi esetünkben is, de én azt hiszem, hogy a nagy különbség az, amire a következő magyar űrhajósnak büszkének kell lenni, hogy én ugyancsak 8 napot voltam a világűrben, ő pedig valószínűleg egy hónapot fog tartózkodni. Most egy hónap alatt pedig hihetetlen sok tudományos kísérletet kell, hogy végrehajtson, amire nyilván igyekszünk fölkészíteni maximálisan a kijelölt űrhajost, és én abban biztos vagyok, hogy egy sikeres visszatérés után éppen olyan tisztelettel, szeretettel fogják őt is fogadni, mint annak idején 80-ban engem. A kutató űrhajós hozzátette, a földről való elköltözés gondolata sokakat foglalkoztat tudományos szempontból is, de a jelenlegi mintegy 8 milliárdos népességre mindössze 650 űrhajós jut a világon. Ebből a szempontból is érdemes latba vetni szerinte a föld megóvása melletti érveket.